Az új évben is számos támogatást vehetnek igénybe a családok. A vissza nem térítendő támogatások mellett segítséget jelenthet az új Csok Plus program, továbbá emelkedő juttatások és magasabb fizetés is várható 2024-ben. Az új Csok Plus programba január 1-től azok tudnak belépni, akik új gyermeket vállalnak és ingatlan tranzakcióban is részt vesznek, tehát akkor, ha az első közös lakásukat vásárolják meg, nagyobb ingatlanba költöznek, vagy ha bővíteni akarják otthonukat. A támogatás attól függ, hány gyermekessé válik, a család az új gyermek érkezésével. A családok 15, 30 vagy 50 millió forintos államilag támogatott hitelt tudnak igénybe venni 3%-os kamattal. Emellett januártól a babaváró összege is változik, a házas párok már 11 millió forinthoz juthatnak hozzá. A jutatások közül a gyermekgondozási díj maximálisan folyósítható összege és a diplomás gyed is emelkedett, továbbá nő a gyermekek otthon gondozási díja és a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek gondozása miatti kereső képtelenség időtartamára járó, pénz napi összege is. A minimálbér és a szakmunkás minimálbér decemberi emelésével a minimálbér 15%-kal, a garantált bér minimum pedig 10%-kal növekedett.